Sziasztok! Na hát ez a videó egy tanulós vlog lesz, amire, hogy őszinte legyek, én magam sem számítottam, miután lediplomáztam kb. 2 hónapja, hogy ilyen gyorsan valamit tanulni fogok, és hogy tanulós vlog lesz. Ugye ez a videó típus már jó párszor volt a csatornánkon, és sokan írtátok, hogy mennyire hasznos, mennyire motiváló, és csak úgy közösen én is amúgy nagyon szeretem az ilyen kis chill, motiváló videókat megnézni. Most már én is teljesen átszoktam arra, hogy itthon megvan a kis terem, és nincsen könyvtárba meg kávézóba járogatás, hogy tanuljak, mert nekem régen az vált be. Szóval, aki esetleg ugye nem tudná, én a spanyol C1-es nyelvvizsgára készülök most, úgyhogy ebben a videóban lesznek egyéb nyelvvizsgával kapcsolatos dolgok, nyelvtanulási tippek, úgyhogy inkább a nyelvek irányába terelném el ma a szót. De ettől függetlenül itt most mindenkit megkérek, hogyha tanulnia kell bármi mást, akkor igenis üljön le, és igenis alakítsa ki magának azt a kis teret, vagy hát így környezetet, ahol szívesen tanul, mert nekem is amúgy ez segít nagyon sokat, hogy ide az íróasztalra így szívesen ülök rá, itt van egy kis növényem, mindig elkészítem ide a kávémat, vagy most például ezt a matcha lattét, akkor ülök le, hogyha tényleg van egy olyan 2-3 szabad órám, amikor tényleg így rá tudok koncentrálni, egy teljes feladatsort végigcsinálni, úgyhogy ennek így megadom mindig a módját. És egyébként van egy ilyen nagy, csodálatos füzetem, ezt még az Alléban, a Green papírban vettem. Nagyon sokan kérdezték ezt is Instagramon, mert mindig láttátok, és ugye ez egy ilyen nagy spirál füzet, úgyhogy ebbe írok igazából mindent. És nekem ez azért is volt fontos, mert szeretem, hogyha minden rendezett, minden egyben van, úgyhogy igenis kellett egy olyan füzet, ami nagy és strapabíró. És ebben mindent színekkel meg rendszerezve írok, mert én nagyon vizuális típus vagyok, úgyhogy én alapvetően még régen a dolgáknál is, hogyha valami információt kellett előkutatnom az agyamból, akkor mindig a színekre gondoltam, hogy milyen színnel írtam fel, milyen színnel volt mellette ez meg az. Hogyha a szótanulás okoz nektek nehézséget, meg hát amúgy kinek ne okozna nehézséget, akkor azt ajánlom, hogy témákba szedjétek a szavakat, és azon belül szófajonként csoportosítsátok, szóval például ugye az igék, a főnevek, a melléknevek, és ugyanígy lehetnek amúgy kifejezések, amik több szóból is állnak. Na most ezeket, hogy ugye honnan szedje össze az ember, rengeteg olyan alkalmazás van, és rengeteg olyan felkészítő könyv, akár ugye gimiseknek, egyetemistáknak, akár online is találtok rengeteget, különböző nyelviskoláknak a honlapján, vagy ugyebár meg is vehetitek őket könyvesboltokban. Na idehoztam nekem például ez a vokabulárió könyv, ez a spanyol szókincs, amúgy ennek a típusú könyvnek van angol, német, francia, nem tudom, csomó nyelvű változata, és szóval ez például nekem nagyon-nagyon bevált még régen, viszont ez egy B2-es szint szerintem, nem tudom, hogy rá van-e írva, de a 4000 leggyakoribb szót tartalmazza, amiken én már túl vagyok, úgyhogy ezért én ezt már nem használom, viszont nagyon hasznos, vagy igen, rá is van írva, hogy A1-től B2-es szintig, szóval ez nekem már nem hasznos, viszont na ilyenekből képzeljétek el még kb. 10-et, szóval amikor a B2-es nyelvvizsgára készültem, akkor rengeteg ilyen könyvem volt. Úgyhogy a nyelvvizsgára én 2 dolgot javasolnék, mind a 2 ugye pénzbeli befektetést jelent, viszont legalább az egyik eléggé hasznos lehet, hogyha tényleg az ember át akar menni a vizsgán. Az első ugye az, hogy akár vegyél meg olyan oktatókönyveket, nyelvkönyveket, szótárakat, amik segítenek téged a felkészülésben, és a másik pedig az, hogy akár egy nyelvtanárhoz érdemes elmenni, mert én annó, amikor az előző nyelvvizsgáimat csináltam, akkor mindig nyelvtanárhoz jártam, és ő segített felkészülni. Viszont ez az első alkalom most nekem idén, hogy nem éreztem szükségét egy nyelvtanárnak, mert ugyebár a barátom is spanyolul beszél, szóval vele tudok gyakorolni mindent, tőle kérdeztem már eddig is egy csomó mindent, és 4-szer voltam már nyelvvizsgázni, most én az 5. alkalom, úgyhogy úgy érzem, hogy eléggé felkészült vagyok ahhoz, és jól informált, hogy magamat felkészítsem erre a nyelvvizsgára most. De most nekiállok az újabb szavakat kiírni, átnézni az eddigieket, szóval mindig vissza szoktam nézni, amiket már eddig kigyűjtöttem, és akkor kicsit később még mesélek nektek erről a nyelvvizsgákról. Ilyenkor mindig rájövök amúgy, hogy nagyon kevés szót tudok, és valahogy így nem vagyok megelégedve a szókincsemmel,
Viszont hozzáteszem, mert mondjuk a C1-re, hogyha valaki készül bármilyen nyelvből is, ugye ezek mind olyan szavak, amiket egyébként azért nem használok, és amúgy a barátom sem nagyon használ, mert nincsen rájuk szükség, szóval a magyar nyelvben sem feltétlenül beszélünk mindig olyan nagyon választékosan és olyan szépen, hogyha azt máshogy is el tudjuk magyarázni. Szóval például most olyan szavak voltak, hogy kártalanítás, végkielégítés, lemondás, leváltás, fizetésemelés, szóval ugye ezek mind, ez most az ilyen munkavilága téma, és ezeket ugye mind el tudom magyarázni, hogyha el akarom mondani, szóval ezért nem ismertem külön a konkrét szavakat. Neki fogok állni annak a feladatsornak, ami 5 részből áll, és azt fogom most végigcsinálni a mai nap folyamán, ugyanis ugye akkor a végén kapok egy eredményt, és akkor megint tudom magamat így valamihez hasonlítani. Mielőtt rátérnék pár tanácsra, a YouTube-ra, hogyha beírjátok azt a Lina és Pani nyelvvizsga, akkor ki fog dobni nektek 2 videót. Mind a kettőben remek tanácsok vannak a nyelvtanulással kapcsolatban. Az egyiket 3 évvel ezelőtt még én készítettem, a másikat Pannival együtt 2 éve, de hogy őszintén szóval nincs mit tovább ragozni ezen, úgyhogy nem akarom ebben a videóban ezeket újra és újra elmondani. Úgyhogy amire ki akartam térni az az, hogyha konkrétan magára nyelvvizsgára tanultok, szóval nem csak nyelvtanulási tipp, hanem konkrétan nyelvvizsgás, és hogyha tanár nélkül, mint ahogyan most én is teszem, akkor arra van pár gondolat, amit meg akartam veletek osztani. Ugye az első, hogy gondolom én mindenki kiválasztja, hogy milyen típusú nyelvvizsgát szeretne majd tenni, és ugye választasz egy intézetet, egy sulit, vagy ugye egy ilyen nyelvvizsga központot. És na most érdemes szerintem az összes lehetőséget felmérni és kiírni magadnak, ugyanis attól függetlenül, hogy te mondjuk egy, nem tudom, origós nyelvvizsgára fogsz elmenni, attól még a többi oldalon is lehetnek olyan gyakorló füzetek, gyakorló anyagok, esetleg könyvek vagy hanganyagok, amik neked hasznosak lesznek, mert ugye attól még, hogy te mondjuk egy euroexames angol B2-t teszel, attól még a többi gyakorló füzet is tök hasznos lehet neked, ugyanis így fogsz ugye szavakat találni. Az írásbeli részeket, miközben én gyakorlom, nem szoktam az időt mérni, nem tudom, hogy ez mindenkinek jó tanácsa, mert lehet, hogy valaki így nagyon el van veszve ilyenkor az időben, de én soha nem szoktam amúgy kicsúszni belőle, viszont tök jó, mert nem okoz egy ilyen stressz nekem, nem tudom, egyszerűen olyan sietetve érzem magam, hogyha az időt kell folyamatosan néznem, hogy beleférjek, és emiatt nem szoktam mérni. Maximum a vizsga előtt megcsinálok egy utolsó példát, hogy azért mégiscsak képben legyek azzal, hogy mit hogyan osztok be, de én teljesen úgy gondolom, hogy amúgy ezt magatoknak fel kell mérni, szóval engem stresszel az, hogyha látom az időt, viszont tudom, hogy a vizsgám meg ennek ellenére is jól fogok teljesíteni, viszont valakinek meg pont, hogy ezt be kell gyakorolnia, hogy melyik típusú feladatra mennyi időt szálljon, és abból, hogy jöjjön ki, úgyhogy az időbeosztást azt mindenki magának találja ki, viszont ez fontos, hogy ne éljen semmiképp meglepetésként a vizsgán, hogy ugye mire mennyi időd van. A következő ugye a szóbelinek a gyakorlása, ehhez mindenképpen szükséged lesz egy barátodra, vagy bármilyen ismerősre, aki az adott nyelvet beszéli, és tud veled gyakorolni. Az a legjobb ugye, hogyha egy vizsgára valakivel együtt készülsz fel, mert akkor mindenben tudjátok egymást motiválni és támogatni. Viszont, hogyha nincs is ilyen a környezetedben, akkor szimplán ugye akár egy olyan ismerőst, szülőt megkérni, hogy hallgasson végig. Szóval bárkit, tényleg csak egy ember, aki beszéli az adott nyelvet. Viszont tegyük fel, hogy tényleg nem tudom, olyan nyelvet tanulsz, amiből tényleg senkit nem ismersz, aki azt beszélni. Ez esetben én szerintem a szóbeli szövegeknél, ugye, hogyha abból is ilyen példákat nézel, és megvan adva egy téma, amiről majd beszélned kell, akkor először próbáld meg nyilván az adott témát magadtól elmondani, leírni, amit a képen látsz, meg hasonlók, és utána írd magadnak kb. Egy ilyen esszét, hogy az adott szinten hogyan is tudnád ugyebár a legjobban kifejezni magadat, szóval keresd ki külön szavakat, ahogyan kb. Magyarból is csinálnád, csak ugye az idegen nyelven, és akkor utána pedig próbáld meg azt memorizálni, nem azt mondom, hogy bemagolni, csak hogy próbáld meg azt ilyen alapjául venni annak, amit majd el akarsz mondani, és akkor így is ugyebár egy csomót tudsz gyakorolni, hogyha folyamatosan hangosan mondod fel magadnak ezt a szöveget. Na és a legnehezebb része nekem mindig a hallgatás volt minden egyes nyelvvizsgán, illetve az érettségin is. Viszont ez most ugyebár megfordult, mert hát az utóbbi egy évben ugyebár naponta beszélünk a barátommal, szóval, meg amúgy is, amikor Spanyolországban tanultam, elég jól belejöttem a hallgatásba, úgyhogy én jelenleg ezt, erre is vannak pár ilyen példáim letöltve, de amúgy most még ezt nem álltam neki gyakorolni, mert szerintem ez fogja a legkevesebb nehézséget okozni, de értelemszerűen ezt a hallgatást, azt főként szerintem ilyen organikus módon lehet megtanulni, úgyhogy filmeket és sorozatokat kell nézni, illetve zenéket hallgatni, nekem az is sokat szokott segíteni, hogyha például mondjuk spanyol dalokat hallgatok, és megnézem a szövegüket, hogy mi is a szöveg, akár lefordítom, hogy megértsem, vagy akár csak
ugye olvasom, miközben hallgatom, és akkor tök jó, mert tudom nézni, hogy mi az, amit megértek, és mi az, amit nem. És még egy plusz tipp, hogyha több anyagra van szükségetek, amint tudtok gyakorolni, akkor pedig érdemes érettségi feladatokat is letölteni és kipróbálni, ugye ebből végtelen van, és ebből úgy emlékszem, hogy hanganyagot is tud gyakorolni az ember, szóval az nagyon hasznos. Ugye érettségiből az emelt szint az egy B2-nek felel meg, és a középszint egy B1-nek, legalábbis amikor én végeztem 5 éve, akkor még így volt, most már igazából annyira nem tudom, de a lényeg az, hogy ezeken én most C1-es szinten nem tudok gyakorolni, viszont aki bármiből is B2-re készül, annak nagyon hasznos lehet, és oké, hogy teljesen más példák vannak ott, viszont az ember mégiscsak legalább gyakorol valamin, és újabb nyelvtani szókapcsolatokkal találkozhat, új szavakat írhat ki. Szóval azt hiszem, hogy az anyagok száma tényleg végtelen online, csak meg kell találni azt a módot, ahogyan ezeket ugye tudod kikeresni és megoldani. Úgyhogy most 11:30 van, úgyhogy csinálok magamnak egy reggelit, nekiállok a feladatsoroknak, és aztán még, amiről lesz szó ebben a videóban, az külön a spanyol nyelv, szóval megosztom veletek azt, hogy én most honnan tanulok, meg hogyan, meg hogy melyik nyelvvizsgát is választottam végül, ez ugye főként a spanyolosoknak lesz majd talán izgalmas, de maradjatok velem, hogyha még több motivációt szeretnétek. Na, megcsináltam 2 feladatot az 5-ből, eddig így jól megy, és ilyenkor egyébként azt szoktam, hogy amikor egy feladatot megcsinálok, akkor egyből megnézem a megoldást, hogy tudjam, hogy jól ment-e, azért, mert hogyha nem ment jól valami, akkor egyből meg tudom nézni, és ugye még emlékszem arra, hogy mi volt a hibám, vagy hogy miért lehetett hiba, meg ilyesmi, szóval szeretem ezeket így egy feladatot teljesen körbejárni, hogy megértsem ugye, hogy mit hibáztam, és ezután pedig az ismeretlen szavakat kiírom belőle. De meg kell hagyni, ami engem nagyon segít és motivál, hogy valószínűleg ezt érzitek is, hogy ez a tanulós vlog már nem olyan, mint az előzőek az egyetem idején, akkor azért eléggé szenvedősek voltak, meg sok volt az anyag, meg minden. Ez a nyelvvizsgás felkészülés nekem most inkább örömet okoz, szóval én tök szívesen ülök le minden nap akár egy kicsit spanyolozni, és bármi, ami ezzel kapcsolatos, azt így szívesen csinálom, egyrészt mert sikerélményem van benne, mert már jól megy a spanyol, másrészt meg mert szeretem a kihívásokat, szóval ami meg nem megy olyan jól, azt meg szeretem így maximálisan végigvinni. Amit megtanultam az utóbbi évekből, az az, hogy minden egyes nyelvvizsgámat, amit eddig csináltam, annak mindig hasznát vettem. Szóval nagyon ajánlom nektek is, ugye nekem van egy angol B2, egy német C1, spanyol B2, meg volt egy spanyol szakmai nyelvvizsga még az egyetem miatt, ami kellett, szóval ez lesz most így úgymond a harmadik spanyol nyelvvizsgám is. Az összesnek eddig vagy az egyetemi jelentkezésnél, vagy az Erasmusos jelentkezésnél, vagy később bármiben, de hogy mindegyiknek tényleg a hasznát vettem, úgyhogy nagyon ajánlom nektek, hogy ha eddig nem tettétek, akkor vágjatok bele a nyelvtanulásba, mert nem csak, hogy így az életben ilyen kis sikereket hoz, hanem tényleg iszonyú hasznos, hogy idegen nyelven beszélj majd bárkivel is, meg hogy mindent megértsen utazások során. Na, vissza is tértem egyébként, este 3:48 van, úgyhogy jól eltelt a nap, és már vacsoráztam, meg egy nagyot sétáltunk a lányokkal, ja is, barátnőm megcsinálta a körmemet, úgyhogy nagyon örülök neki, ilyen kis boci mintájú lett, és igazából mindig is ez volt a kedvenc mintám a körmemben, úgyhogy tök jó. És most megcsináltam már a harmadik feladatot ugye az 5-ből, szóval most még hátra van 2. Na hát végigcsináltam mind az 5 feladatot, és egyébként meg lett annyi százalék, amennyi a vizsgára kéne, szóval alapvetően átmennék, de ugye értelemszerűen, mivel több részből áll a vizsga, ezért egy másik résztel ugyanúgy le is tudnám húzni, szóval ezért kell mindenre nagyon készülni. Na egyébként én először, amikor kitaláltam, hogy melyik nyelvvizsgára is megyek, akkor kiírtam ide magamnak, hogy 4 olyan központ van, ahol spanyol C1-et meg lehet csinálni, ez az Origo, a Dele, az ECL és a BME nyelvvizsga, és mindegyiknél kigyűjtöttem még, ez ilyen december környékén volt, hogy ugye mikor vannak dátumok, mikor tudnék menni, melyik között mi a különbség, melyik a szimpatikusabb, és a 4 vizsga közül, amit felsoroltam, csak a Dele az, amit elismernek nemzetközileg, úgyhogy emiatt én emellett döntöttem, így egyszerű volt igazából ezt meghozni, mert úgy voltam vele, hogy ha már tényleg felkészülök és megcsinálom, akkor fogadják el mindenhol. Na és egyébként lementegettem magamnak ettől függetlenül például origós próbavizsgát is, mert azt is találtam, szóval ezekkel tök jól tudok majd gyakorolni. A Delének pedig a honlapján találtam igazából magát ilyen feladatsorokat is, különböző honlapokon rákerestem egyébként, és ami online fenn van, az ilyen megoldó füzete egyes feladatsorokhoz, vagy hát egy ilyen, ja, ez egyik feladatkönyvének a megoldásai, aminek az a jó, vagy amiben az a jó, hogy benne vannak
az ismeretlen szavak és témakörök kidolgozva, szóval bár nyilván a feladatokat mondjuk nem látom, vagy nem tudom kitölteni, viszont tök jó, mert a témákra fel tudok készülni, és így igazából összegyűjtögettem mindenhonnan, ahonnan találtam random letölthető dolgokat. Remélem, hogy bárkinek is hasznos volt ez a videó, és hogy motivált titeket. És persze, hogyha bármilyen más tippetek van még, akár nekem, vagy akár így egymásnak, akkor a kommentekben írjátok meg, mert szerintem tök jó, ezeket mindig össze lehet szedni másoktól. És amint mondtam, nézzétek meg akkor ezt a kettő videót, amit a korábbi években csináltunk Pannival. Sok sikert, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!